az ember mellett nagyon sok ezer éve él a kutya. Követőink voltak, utána egyértelműen családtagokká váltak. Ez alatt, az idő alatt a kutya annyira megváltozott, hogy a gazdáját jobban szereti, mint önmagát. Ezáltal szerintem nagyon helytelen azt feltételezni, hogy teljes mértékben adaptálódott az étkezési szokása és az étkezés igénye az ember által nyújtott takarmányozásra. Magyarul a kutya az házikoztevő lett, és itt is kevés fehérjét fogyasztott. Miért? Mert az emberi étkezés bizonyítottan alacsony fehérjetartalmú volt. Ha visszanyúlunk ehhez a táplálkozási formációhoz, akkor nem hinném, hogy nagyot hibáznánk azzal, hogy a kutyát házikoztal etetjük, viszonylag alacsony fehérjetartalmú étkezéssel. Nem csak a 25 éves saját tapasztalat, hanem a visszanézés, hogy régen mit tehetett a kutya. Ez alapján is 20%-os húsbevitelre koncentrálunk, többi 80% köret. Ez a köret, ez a főzelék zöldségrizs tészta, főtt krumpli, és érdemes megbontani a gluténtartalmú és nem gluténtartalmú szénhidráthordozókra, illetve a zöldségekre és gyümölcsökre. Ritka, de nagyon-nagyon ritkán van gluténérzékenység kutyánál, akkor ezt érdemes kizárni, de egyébként az összes gabona, Magyarországon elérhető gabona, ami gluténtartalmú, az adható különféle módon, a bulgur, kuszkusz, az árpa gyöngye mind rendben van, adható. A új hullámos gabonafélék, a hajdina, a köles, amarán, tápióka, ezek mind-mind mehetnek. Természetesen ezeket megfelelően össze érdemes válogatni, ezért is igyekeztem Petschef számára olyan receptet javasolni, ami megfelelően összeválogatott módon, és már hosszú éveken át általunk is megfigyelt módon jó és működőképes recept, és ehetik a kutyusok bátran. A táp és a házikoztetés közötti átállás nem helyes, hogyha hirtelen, mindig legyen egy fele ilyen, fele olyan is keverve, utána negyed ilyen, háromnegyed olyan is keverve, és ez az egy-két hét azért teljen el a teljes átállás során. Az, hogy a kutya az ott nem érdekli, hogy most csak egyfélét eszik egész életében, ez szerintem teljes mértékben nem igaz. Kifejezetten szeretik a változatosságot, és szeretnek érdekes ételeket fogyasztani az állataink, és erre törekedtünk, hogy a Petschef ennek a receptúrája szerint dolgozzon, és folyamatosan kommunikációnkat a Petschef-fel ezek mentén alakítjuk.